Hello! Üdvözlök mindenkit a Gesztesi Szalomból. Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, hogy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várakozok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesi Szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani. Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day. A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba. Hallelujah! Halleluja! Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hiszem, hogy ő a főpapom, aki fölment tulajdon vérével, az Atya Isten dicsőségében, a szentek szentjében, és megnyitotta a dicsőségnek az útját az ő vére által, mindazok előtt, akik hisznek ő benne, és segítségül hívják az ő nevét. hiszen Jézus a Krisztus, ő a királyok királya, uraknak az ura, aki szent szellemben, tűzben meríti alá azokat, akik hozzá mennek, és veszik a szent szellemet, és ő pedig fölkeni őket, szent szellemmel, a karizmáival és gyümölcseivel. Én is veszem a Szent Szellemet, mert hiszek a Szent Szellemben, hiszem, hogy a Szent Szellem, Isten Úr, személy, mindenható, mindenütt jelenlevő, örökkévaló, és hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, és a testem a Szent Szellem temploma. És a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy még hatékonyabb, gyümölcsözőbb tanúja legyek a názeretinek, aki meghalt mindannyiunkért, és föltámadott a halálból, hogy Istenek az igazságát hitáltal átadja, akik segítségül hívják a nevét. Amen. Kérlek benneteket foglaljatok helyet. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok második könyve. 11. rész. Amikor Ahazjá anyja, Atálya látta, hogy fia meghalt, elhatározta, hogy Júda király családjának minden tagját megöleti. nem teljesen véghez is vitte a tervét, de Ahazjá egyik fiát, a csecsemő Jóást, Jórám király leánya Jósabat megmentette. Titokban kilopta a kis Jóást a testvérei közül, amikor azokat megölték, és a dajkával együtt elrejtette az egyik hálószobában. Így menekült meg Jóás, mert elrejtették Atája elől. Jóást hat éves koráig Jósabat nevelte titokban, az örökkévaló templomában. A tényleges uralmat ez alatt Atalja gyakorolta az ország felett. A hetedik évben jó Jádál főpap magához hivatta a testőrség és a palotaőrség parancsnokait. Együtt bementek az örökkévaló házába. Ott esküvel szövetséget kötöttek, majd eléjük állították a király fiát. Megparancsolta nekik. Aki közületek szombaton szolgálatban vannak, azoknak harmad része őrizze a kapukat. A másik harmad rész ájon a szúrkapunál, a harmadik rész pedig a palotaőrség mögötti kapuban. Így vegyétek körül a palotát minden oldalról. Az a két őrszakasz, amely szombaton átadja az őrséget, ne menjen haza, hanem maradjanak szolgálatban Jóás királyfi mellett az örökkévaló házában. Fegyverrel a kézben vegyék körül, és vigyázzanak rá. Ha valaki be akar hatolni a soraik közé, azt öljétek meg. Maradjanak mindig a királyfi közelében, akárhová is megy. A testőrség parancsnokai mindent úgy tettek, ahogy Jójád mondta nekik. Minden vezető maga mellé vette azokat az embereit, akik szombaton kezdték meg a szolgálatukat, és azokat is, akik éppen akkor fejezték be. Együtt mind Jójádához gyülekeztek. Jójádá odaadta nekik azokat a dárdákat és pajzsokat, amelyeket még Dávid király és harcosai használtak, azóta ezeket az örökkévaló házában őrizték. Azután a palotaőrség minden tagját fegyverrel a kézben a helyére állított. A templom déli oldalától annak északi oldaláig és az oltár mellé, meg a templom épülete mellé, hogy védelmezzék a királyfit mindenfelől. Azután Jójáda elővezette a királyfiát, és megkoronázta őt, majd a kezébe adta a könyvtekercset. Ezután kihirdették, hogy Jóás a királya, majd felkenték őt a szent olajjal, azután mindenki tapsolt, és ezt kiáltotta. Éljen a király! Amikor Atalja meghallotta az őrség és a nép kiáltozását, ő is az örökkévaló házához ment a tömeg között. Ott látta a királyt a templom bejárata mellett, az oszlopnál, ahol a hagyományok szerint az új király szokott állni. Mellette ott álltak a hadsereg parancsnokai és a trombitások. Az egész nép örvendezve kiáltozott, és fújták a trombitákat. Akkor Atalja megszaggatta ruháját, és ezt kiáltozta. Árulás! Árulás! Akkor jó Jójádá főpap parancsolt a parancsolta századosoknak. Vezessétek ki Atalját a sorfal között, és ha valaki beletartana azt azonnal vágjátok le karddal. A főpap figyelmeztette a katonákat, hogy Atalját ne az örökkévaló templomának területén belülöljék meg. Így hát megragadták Atalját, és kivezették a templom területéről. Amikor atalja a királyi palota mellett a lovak kapujánál kilépett, csak akkor ölték meg. Azután Jójádá megkötötte a szövetséget egyfelől az örökkévaló, másfelől a király meg az egész nép között, hogy ők valamennyien az örökkévaló népévé lesznek. Ugyancsak megkötötte a szövetséget a király és a nép között, majd az egész nép a Baal templomába tódult, és az oltárokkal és báványszobrokkal együtt az egészet földig rombolta. Az oltárok előtt megölték Mattánt, Baal papját is. Jójádá felügyelőket jelölt ki, hogy viseljenek gondot az örökkévaló templomára. Azután Jójádá maga mellé vette a századosokat, a testőröket, meg a palotaőrséget, és az egész sokaságtól kísérve a testőrök kapuján keresztül levitte a királyt az örökkévaló templomától a királyi palotába. Ott Jóás királyt a trónra ültették. Az egész nép együtt örült ennek, és a város nyugodt maradt, mert atalját karddal megölték a királyi palotában. Jóás 7 éves volt, amikor trónra lépett. Oh, happy day! Következik Német Sándor napi üzenete. Idő, ha nem vagyunk megváltva, nem nyertük el Jézus Kisztustól az örök életet, nincs üdvösségünk, akkor az idő az életünkben kegyetlenként, visszafordíthatatlanul, könyörtelenül hajt bennünket a pokol felé. És előbb-utóbb mindenkit oda belelök abba a gödörbe. És az embereknek legnagyobb problémája pontosan az, hogy menekülnek ettől. Olyan életvitelt magatartási módokat alakítanak ki, hogy felejthető legyen az életük vége, és annak a következménye. És különböző módszerek alakultak ki 2000 év alatt, hogy hogy kell ezt elfelejteni, és ezek a legáltalánosabb legelfogadottabb szekulális életvitelek, ami alól sajnálatos módon a keresztényeknek a tömege is sem szabadok. Ezért a terület rendkívül fontos, hogy az időnek a természetét, időnek a jellegét meglássuk, hogy micsoda a csodálatos változás hozott Názeti Jézus Kisztus az életünkbe, hogy ő a sötétségnek, a hatalmának, az órájának átadta magát, ő soha nem került volna az ideje az ellenségnek a hatalma alá, ő azért engedte azt a néhány napot értségnek a hatalma alá, hogy te idődet és az én időmet, egzisztenciális időmet megváltsa a sátá hatalmától, Amen. hogy az idő ne az ellenség fegyvere legyen ellenünk és ne a kárhozatunkat, a, pok, a betegségeinket, a nyomorúságunkat szolgálja az idő, hanem milyen legyen az időnk. Ahogy mondja kettő korintus beléhez levél, hatodik fejezetének a második fejezet, verszaka, kellemes idő, üdvösségnek az ideje, tehát így változtatta meg az újjászületés által, a megváltás által a időnek a kegyetlenségét a názati Jézus Krisztusnak a megváltó műve. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Bruce E. Olson, Brucskó. 19. fejezet Minden napos csodák Azt mondta, tanulmányozni fogja, milyen kezeléseket is kapott, és hogy nem is gondolta volna, hogy ilyen hatékonyak a módszereik. Nevettem. Nem gondolod, hogy itt valami olyan működött, ami több, mint az orvosság? Mint például, kérdezte. Például Isten? Fejét rázva ment el. Egészen fellelkesültem. Megkerestem Bobit, és elmondtam neki, mi történt. Bobi, csoda történt! Fel tudod ezt fogni? Bobi nem jött annyira izgalomba. Az ő számára ez csak egy hátfájdalom volt, amit Isten meggyógyított. Sok embernek fáj a háta, pihennek egy napot a függőágyban, aztán fölkelnek, és megy minden tovább. A különbség csak annyi, hogy ez a szokásosnál kicsivel súlyosabb eset volt. De Bobby, mondtam. A Röntgen-felvétel kimutatta, hogy törött volt a nyaka. Mi az a Röntgen? Hát, ezt nem tudom elmagyarázni. A lényeg, hogy Isten meggyógyította. De Brucskó, miért kell ezen annyira csodálkozni? Hiszen annyi embert láttunk már meggyógyulni. 1967-ben, egy évvel az első motilon indiánok megtérése után, araba Dojka fölkeresett engem néhány társával elhatározták, hogy beszélni fognak a Yukó indiánoknak Jézusról. Korábban már bennem is volt egy ilyen vágy, és meg is látogattam azt a Yukó falut, ahol majdnem egy évet töltöttem el. Ahogy odaértem, azonnal láttam, hogy valami megváltozott. És hamarosan azt is felfedeztem, hogy mi. Az egyik asszony, akinek bizonyságot tettem annak idején, kapott egy látomást. Ennek eredményeképpen a falu nagy része elfogadta Jézust. Abba hagyták a csícsa ivását, amitől állandóan részegek voltak, és a falu egész élete minőségi változáson ment át. Ahelyett, hogy én beszéltem volna a lyukóknak Jézusról, ők beszéltek nekem róla. Mindazonáltal meglepet, hogy a motilónok beszélni akartak Jézusról a lyukóknak. A két törzs között éveken át ádáz ellenségeskedés folyt. Volt a lyukóknak egy kedvenc szórakozásuk. A hosszú, jó 15 centis őserdei töviseket összefonták, és a motilón ösvényekre helyezték. Aztán elbújtak a bozótosban, és vártak. Amikor a motilón indián megjelent, és belelépett a tövisbe, a lyukók kigúnyolták, és elszeleltek. És most... A motilónok Jézusról akartak beszélni a lyukóknak. Akkor még nem tudták, hogy a motilón nyelven kívül más is van. Azt hitték, hogy a lyukók ugyanúgy beszélnek, mint ők, pedig a két nyelv teljesen más. Nem tudtam, hogyan tudnának bármit is mondani a lyukóknak Jézusról. De nem akartam lebeszélni őket a tervükről. Azt ajánlottam nekik, menjenek először a hegység lábánál élő törzsekhez, akik még nem hallottak Jézusról. Néhány nappal később el is indultak. Imádkoztam, hogy ne legyenek majd rossz élményeik, hogy Isten vígasztalja meg őket, ha majd csalódniuk kell és nem lesznek képesek megértetni magukat. Több hétig voltak távol. Amikor visszaérkeztek, azonnal arabadojka elé siettem. Tudni szerettem volna, mi történt. – Hogy sikerült? – kérdeztem. Szokásos furcsa vigyorával válaszolt. – Nagyszerűen – mondta. – Még nem hallottak Jézusról azelőtt. – És megértettétek egymást? – Igen, nagyon sok mindent elmondtunk nekik Jézusról. – Beszéltetek velük? – Hát persze! – arabadojka nem értette a csodálkozásomat. – Miért? – te hogy mondtad volna el? Hát én is ugyanúgy, de honnan tudod, hogy meg is értették? A meghökkenten nézett. Hát onnan, hogy megmondták. Nagyon fellelkesültek az újságtól. Úgy érted, kinyitottad a szád, beszéltél a lyukuknak, ők megértették, aztán ők is beszéltek, és te is értetted, amit mondtak. Igen, persze. A lyukó nyelv nem valamiféle dialektusa a motilón nyelvnek. Egy teljesen más nyelv. Lehetetlen az egyik alapján megérteni a másikat. Mégis biztos voltam benne, hogy araba dojka nem hazudik. A hazugság szinte ismeretlen a motilónok között. És nem is volt semmi okuk a hazugságra. Továbbá tény, hogy a Jukua-földön, ahol azelőtt senki nem volt keresztény, ma keresztények élnek. Az az egyetlen magyarázott, hogy Isten szent szelleme által a motilónok beszélték és megértették a lyukó nyelvet. Számomra ez csoda volt. De a motilónoknak minden csoda, amit Isten tesz. A motilónok között megtanultam, hogy a körülményektől függetlenül számíthatok arra, hogy Isten betölti a szükségeimet. Egy alkalommal kanyaró járvány volt, és elfogyott a gyógyszer. Az indiánoknál a kanyaró az egyik leghalálosabb betegség, és antibiotikumok nélkül tehetetlen voltam. Már tizen kapták el a betegséget, és gyorsan terjedt. De biztos voltam benne, hogy Isten valahogy el fog látni gyógyszerrel. Semmi kétségem nem volt a felől, bár se pénzem, se hitelezési lehetőségem nem volt. Elmentem Tibuba, átnéztem a postámat, hát ha kaptam valahonnan pénzt, de egyetlen cent sem volt. Még mindig biztos voltam benne, hogy Istennél van megoldás. Voltam már hasonló helyzetben, és az ő szelleme most is megvégasztalt. Elmentem kukutába, és ott várt rám a postán egy 500 dollárról szóló csekk. Még csak meg sem lepődtem. Csak annyit mondtam. Hála legyen Istennek! Beváltottam a csekket, és megvásároltam a szükséges gyógyszert. A számla 565 dollár volt. Itt van 500 dollár, mondtam a gyógyszerésznek. A többit kicsit később hozom. Beleegyezett. Ez elég nagy tétel volt, és nem akart lemaradni róla. Elutazásom előtti napon még benéztem a postahivatalba. Egy száz dolláros csek várt rám. Kifizettem a tartozásomat, és még arra is maradt pénzem, hogy egy jót ebédeljek, valamint vásároljak magamnak néhány szükséges felszerelést. Visszamentem Tibuba, onnan pedig az őserdőbe. A gyógyszerek pedig elégségesek voltak ahhoz, hogy visszaszorítsák a járványt. Mégis a legnagyobb csoda, amit láttam, a motilon indiánok megváltozott élete volt. Életük értelmét Jézus Krisztusban találták meg. Ennek eredményeképpen leküzdötték az individualizmusukat, ami korábban megakadályozta, hogy egymásnak segítsenek. Ma már önfeláldozó módon törődnek egymással. Ez a hozzáállás tette lehetővé a fejlődést gazdasági téren is, és a szellemi területen is. Beszédet mondtam az ensz Beszédet mondtam az Amerikai Államok Szervezetében. Személyes barátságban voltam Kolumbia négy legutolsó elnökével. A motilon indiánokkal való tapasztalataim megtanítottak arra, hogyan kell más kultúrákhoz viszonyulni. Hogyan kell más kultúrákhoz viszonyulni. Hogyan lehet pozitív változásokat elérni a társadalom alapvető struktúrájának szétrombolása nélkül. Szeretném másokkal is megosztani a tapasztalataimat. De a legfontosabb dolog, amit tanácsolni tudok azoknak, akik primitív népeknek akarnak segíteni, az a következő. Ha nem találják meg életük értelmét Jézus Krisztusban, akkor nem nagyon lehet segíteni rajtuk. Ő nélküle bármiféle fejlődés előbb vagy utóbb kátyuba kerül. Csak megkeseríti azokat, akik próbálják összehozni a dolgokat. De Jézussal valóságos változásokat lehet elérni. És nem csak szellemi téren, nem csak a ködös jövőben, valóságos változást, most, és látható erővel. Minden ilyen változás forrása Jézus. Ő a mindennapos csodák Istene. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. És folytatom a beszélgetést itt a hitköznapokban Nyil és Kornél a Salgó Tarjani Higgyülekezete pásztorával köszönteleg itt a stúdióban újra, és Posgai Anitával közgazdász, bizniszkócs és szupervízorral. Ugye arról beszélgettünk az első blogban, hogy mi a kedvesség, hogyan tudjuk ezt meghatározni, hogyan tudjuk az emberi kapcsolatainkat ezáltal egy pozitívabbák saját magunk számára is élvezhetőbbé tenni. És itt a végén Anita beszélt egy picit arról, hogy mi a különbség a hízelgés és a kedvesség között, és és jutott, hogy a Bibliában is a példabeszédek könyvében azt mondja az ige, hogy hiába való a szépség és család a kedvesség. Most szeretném, hogy egy picit erről beszélgetnénk, hogy, hogy ezt miért, miért mondja. De ha hiába való szépség, az, ez, nem azt jelenti, hogy akkor nem kell szépnek lenni, meg el kell hanyagolni magunkat, ezt is szerintem mindenki tudja. És család a kedvesség. Hát valószínű, hogy ilyesmi, amire az Anita is utalt, hogy, hogy, hogy lehet visszaélni a kedvességgel, amikor tényleg az nem szívből jön, nem a másiknak az érdeke, hanem csak egy hátsó szándék manipulációban van, az egy csalás, az egy csalás. Igaz az erről szó, hogy kedvességgel is lehet csalni. És amely azt mondja, féle az urat, ugye azt szerez. És itt, itt is nyugat amely azt tiszteli az urat, vagy amely azt szereti az urat, azt szerez kedvességet. Amely azt mondja, kedveli az urat, azt szeretsz dicséretet. Például így nekem ezek is teljesen benne vannak, és én, én nekem meg az az ige jut erről még így eszembe, hogy ugye Jézus beszél, hogy nekünk van elhívásunk, mi ki vagyunk választ, olyan sok ember megtér, akkor szeretne, hogy most mire vagyok kiválasztva, milyen a szolgálatom van, mire vagyok elhívva, és a Biblia világosan tesz, hogy igazából, ami mindignek az elhívása, mindjárt a bűnből jövünk, az önzésből jövünk, hogy legyünk kedvesek. Ez az elhívásunk. Ez mindenkinek. Ez, a, ez erre vagy kiválasztva. Legyél kedves. De ez, attól, hogy megtértünk, nem lettünk egyből kedves emberek. Hát, ugye ezt erre szokták mondani, hogy, hogy egyik napról másik az ember befusna ahhoz tíz év kell. Tehát sokszor itt is évek mm. kellenek ahhoz. Most itt persze elbeszélgetünk, erről két percbe, vagy egy fél órába, de hát ugye azért nem azt mondom, hogy holnaptól kezdve ez mindenkinek, mert ezt most meghallotta egyből így lesz, de az jó, hogyha már tudja, hogy a Biblia beszél, hogy meg kell ebbe gyökerezni a szeretetben, de mondjuk a kedves, meg kell gyökerezni, utána lehet és ez a jó, hogy ez, ez nem úgy, hogy, hogy hát ilyen volt, ah, na no, ilyen is marad, nem igaz, hanem ha az ember elkezdi ezt gyakorolni, akkor egyre jobban fogja csinálni. És észre fogják venni. Amikor Pétertől és Jézus megkérdez, ez is lehet így feltenni, hogy Péter, jobban kedvelsz engem ezeknél. És akkor Péter azt mondja, uram, te tudod, hogy én kedvellek téged. És például, ebből csak most azt szeretném kiemelni, hogy, hogy azt a másnak tudnia kell, hogy te kedveled kedvezelnek. Hogy amikor például, például, benne van a kegyelem is, a, a, kedvezésbe, a kedvességbe, hogy lehet, hogy egy ítélet is jöhet, mert olyat tett, de te nem, nem, nem a büntetést választott, hanem kegyelmet, kedvességet ad neki. Tehát, és nyilván ezeket azok tudják jól csinálni, akik már részesültek kedvesébe, akar Isten részéről, akkor más emberek részéről, és sokszor ez kell ma szerintem a családban is, akik szülőként ezt már át, átvette más emberektől, akar Istentől, hogy Isten kedvezett neki, kedves volt hozzá, azok tudják ezt átörökíteni, a gyerekeikkel is, megtapasztaltatni, hogy milyen az, hogy figyelj, most csinált egy rossz dolgot, ez igazából büntetés jár, de most nem az lesz, hanem most a kedvesség, most a kegyelem jön. Megérdemelnéd, de mégse az. És akkor ez egy gyereknek ez nagyon nagy élmény, mert sok, sok gyermek fél hogy büntit kap, amikor rosszat tesz, de pont most is volt egy ilyen helyzet, és a gyerekemmel volt most egy kis beszélgetés, mert ide jöttem, az is ment az idő. De, de tényleg az volt, hogy mondom, én nem azért vagyok, mondom, hogy téged, mondom, nagyon üsselek. Én azért vagyok, hogy neked segítsek, hogy te minél sikeresebb legyen az életedben és láttam, hogy sokkal súlyosabb reakciókat vár tőlem, mert olyat tett, most nem, hagyd ne mondjam el, ez <laughs> <Az gül> is a hogy nem, nem, mondjuk, nem mozik nyilvánosságra, de, de akartam neki segíteni, hogy, hogy ezeket ne csinálja, hanem ezeket mit, és ez elmagyaráztam neki, hogy ez miért rossz, ennek milyen eredménye lesznek, ha ezt teszem, mi jó, és annak milyen eredmény lesznek. És ez is egy kedves, hogy egy, egy, embernek azt akarod, hogy jó sorra, és nyilván gyerekeknek persze, hogy azt szeretném, hogy jó sorra legyen neki, boldog, fér legyen, boldog, ap legyen, majd helyjut oda, de most még tínédzserről van szó, csak mondom, ez fiatal van szó. De Isten azt akarja, hogy, hogy, mi segítsünk a másiknak, és nyilván a legnagyobb segítség az, hogy Istenhez vezetjük az ember, Istent megmutatjuk az emberet, hogy Isten hogy kedveli őt, Isten milyen kedves, hogy kedvezett neki, hogy az életét odatta érte. És hát tényleg nincs nagyobb kedves, valaki az életét odaadja a Úgyhogy én nekem ezek, a, ezek az igények nagyon sokat adnak, és sokat gondolkozok rajta, és én is próbálom gyakorolni, és azt kell, hogy mondjam, hogy úgy érzem, hogy az elmúlt kicsit kedvesebb lettem. <laughs> Úgyhogy hiszem, hogy ebben lehet növekedni. Még magam is őszintén, most nem fényeznek, de magam is észrevettem, hogy itt így foglalkozok vele, odafigyelek, könnyebb. Könnyebben megy. De akkor ez nem magától van, tehát ez egy tudatos döntés, odafigyelsz, ahogy mondtam? Én, én azért dobtam be ezt a témát, hogy beszéljünk erről, mert úgy érzem, hogy, 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 hogy Isten akarja, mert mondom, tehát én abban hiszek, hogy ez az alap elhívásunk, erre, erre vagyunk kiválasztva. Jézus egyszer mondott egy olyat, én azon is megdöbbentem, amikor a Károlyt olvastam, hogy arról lehet megismerni benneteket, hogy ti az én tanítványokatok, ha egymást szeretni fogját. Ez is döbbentő, és miért nem azt mondta, én azt gondoltam, azt kéne mondani, hogy arról lehet megismerni, mert az én tanítvány vettek, hogy engem nagyon szerettek. De nem ezt mondta, hanem egymást. Engem ez Most még ebbe az olvasatba még egy döbbenetet jelentett nekem, hogy arról lehet megismerni, hogy egymást kedvelitek. És azért hány olyan testvér, aki nem kedveli a másikat. És nem ez az elhívásunk hogy ne kedveld a másikat azért, mert ilyen, vagy olyan, vagy ezt mondta, vagy ezt csinálta. De lehet ezt elutasítani, ezt a cselekedetet, de magát az embert kedved, és maga az Isten tiszteletre is van, van egy hogy hogy, hogy, hogy szeresed az Úr házában való lakozást, ugye ez is erről szól, hogy sok embernek nincs kedve Isten tiszteletre menni, amikor sok emberrel a kapcsolata megromlott. És ez, ez, vannak ilyen tanulmányok, hogy, hogy, ha nincsenek az embernek jó kapcsolati a gyülekezetben, nem is tudom, hányat mondtak, hét vagy nyolc jó barátikat sincs, akkor azok az emberek könnyenben elmaradnak a gyülekezettől. És nagyon fontos, hogy, hogy legyenek az emberek, akik tudom, hogy kedvelnek engem, és ők is tudják, hogy én kedvelem őket. És ilyen közösség az ember, jól érzi magát. Persze, még sok ezer ember van, ezzel nincs lehet, hogy mindenkit kedveljek, mert mindenkinek kifejezzem. Nem is kell, hanem tényleg ebbe az jó, a Szent Szem vezet Isten gyermekeit, és akihez oda vezet, hogy most kedvezzé neki, azok, azoknak kell, és a többit meg rá kell bízni az Uram, Istenek vagyunk, vagy minden embernek a jó tevője, de azokkal kedveskedjünk, akiknek Isten megadta ezt, hogy szolgáltunk így feléjük. És akkor biztos vagy benne, hogy, a, hogy, a, hogy, az Úr háza fele való ö, szeretetünk is, meg tud újulni, és, és, még nagyobb örömmel fogunk járni Isten tiszteletre is. Szerintem a kedves emberek kedvelik a másik. Van egy ilyen, hogy, hogy az ő arc, pálapostól ír, Pál ír, egy, hogy, hogy meggyőzöttünk arról, hogy, hogy, hogy jó emlékeztek van rólunk, és hogy, és, hogy, és, hogy, és hogy milyen kedvesen gondoltok ránk, és hogy, mert hogy szeretnék látni az arcunkat, valami ilyesmit ír. És ez, ez, én sokat gondolkoztam, hogy ez, aki kerül a másikat, az szeret látni az arcát. Az a szeret együtt lenni. Nem, hogy én nem akarom látni ezt az embert, hanem. És igazából ezért is jövünk, nyilván az úrért is, az, és az urat is szeretnénk dicsérni, meg hálát adni, de csak az, ember, csak az emberekkel jövünk össze, és kell, hogy kedved az az embert, mert utálod, meg, meg ellenszenves, meg rossz érzését vannak, az, az, ki tud lökni az Istennek a munkába, Isten népek közé. és ezért nagyon veszélyes. Tehát ez az elhívásunk, hogy legyünk kedvesek, és ez a kiválasztás, egyre van kiválasztás. És amikor ezt tesszük, gyakoroljuk, akkor gyülekezet is egy jobban szeretünk állni, testvénk is egy jobban szeretünk, és az urat is. És egy jobb életünk lesz. De hogy most mondod, ez egy felelősség is, nem a másik felé is. Abszolút felelősség, de hát az, az élet az tele van felelősséggel. Tehát szülőként is, ha vállaltunk gyereket, az, ez egy felelősség. Most egy nagy, egy gyülekezet ugyanígy főleg akik vezetik a gyülekezet, azoknak van egy felelősségük, azok fel, akik ahhoz a gyülekezet tartoztak, és igazából ez, hogy hát, ha megfelelő szeretetet, kedvességet megkapják, meg győződve, hogy az Istennek a szerete érinti meg az embereket. Nekem, engem is így hívtak le a gyülekezetbe egy barát, aki két hetet ért meg, ő ezt mondta, Korni, gyere el engem itt mindenki nagyon szeret. Most már mondtuk, lehet aztán, hogy mind, ő úgy élte meg, őt, ő egy sztár, őt, ő, sztárot, hogy ő tört, hogy mindenki kedvel, és ő tök neki ezt ki, oda akar menni, hogy mindenki szeret, és ez az első szeretet tüzé volt, ez is teljesen normális volt, de emlékszek, engem így hívtak el a gyülekezetbe, és egy behozott, és -e, igen, ki szeretek, ki kedvelt, na mutasd meg. Ezek érdekes dolgok, de, de ennek van megtartó ereje. A durvosságnak, az önzés, az meg szerintem taszítja a dolgokat, és, és megosztásokat hoz, és feszültséget hoz. És igen, van, amikor érzelmileg nem, nem nekünk kedveznek, tehát nem a mi érdekünk van, de egyszerűen ezt is el kell fogadni, hogy nem lehet mindig, hogy a mi érdekünk érvényesüljön. És ehhez kell van az érettség, meg a felelősség, de hogy mondjuk egymás hitáltal felbozdulva el tudjuk érni, és ezt mondja, hogy ez az egész parancslatnak a vége, hogy jó lelkiismerdő, igaz hitből, tiszta szívből való kedvesség. És ugye lehet, tehát más, tehát van, Kedvesség voló hit. Tehát lehet más, hogy is a hitet is gyakorolni. De az a legjobb hit, amiben van, amiben van a kedvesség. Azért teszek valamit, mert Isten mondta, mert kedveskednek az Istennek, vagy valakinek. És hogy egy különös 13 erről szól, hogy bármit is csinálok. De a szeretet nincs bennem, az egész nem ér semmit. És nekem ez is tök, többet mond, hogy ha kedvesség nincs bennem, az egész nem ér semmit. És ezen, ezt úgy értem, szerintem ezzel játszani. Először csak így játékosan szerintem izlegetni, gondolkozni, gyakorolgatni. Aztán szerintem nagyon sok embert fog ránta. Nálunk a családban ez már most nagyon népszerű. Azt el is hiszem. Mit csináljunk akkor, hogy ha van egy olyan kapcsolat az életünkben, akár a munkahelyünkön, vagy egy közösségben, akár a gyülekezetben, családban, ami úgymond el van mérgesedve, van egy harag, van egy elhidegülés egymástól. Hogyan tudjuk esetleg, milyen lépéseket tegyünk, ha már így a kedvességről beszéltünk először, hogy amit mondtál, hogy ne is tűnjön hízelkedésnek, de mégis vissza tudjuk nyerni azt az embert. Hát először magunkban kell eldönteni, hogy akkor el tudjuk -e engedni ezt, és tudunk-e ilyen értelemben egy tiszta lapot adni, és újra bizalmat, meg kedvességet, egy pozitív hozzáállást mutatni a másik felé. Tehát mindenképpen egy döntés szükséges, ez az első lépés. És akkor utána, hát itt figyelni kell, ez annyira változatos. Hogyha most megint egy kicsit visszamegyünk a Chapmanhez, hogyha a másik szükségére akarok figyelni, akkor vajon mi lehet a másiknak a szeretet nyelve? Tehát mi az, amit ő szeret? Az jó neki, hogyha elismerő szavakat adok, az jó neki, ha megajándékozom, azt szereti, ha minőségi időt adok neki, vagy, vagy mondjuk család, vagy ez a fizikai érintés is előjöhet. Tehát, hogy mi a másiknak a, a, a szeretet nyelve? Neki mi a szüksége? Tehát váltok egy fókuszt önmagamból, önmagamból, amire eddig figyeltem, egy fókuszt váltok a másik felé, és azt kezdem figyelni, hogy neki mire lenne szüksége. És akkor ebből, ebből indulok ki, és így, így, így teszem meg azt a gesztust a másik felé, és próbálom meg megtörni ezt az ördögi kört. Egyébként nekem egy nagyon kedves ismerősöm, és nekem nagyon megfogott az ő története, amikor mindig mesélte, hogy ha ő konfliktusba kerül valakivel, és ez a konfliktus így elmergesedik, akkor mindig van egy pont, ahol ő elkezd azon gondolkodni, hogy milyen ajándékot vehetne a másiknak. És ezt nagyon komolyan végig gondolja, hogy tényleg mi lehet az a szívbeli ajándék, amivel meg tudja érinteni azt a másikat, és aztán ezt megteszi, és megtöri igazából ezt a negatív spirált, amiről beszéltünk. Tehát ezt mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes megpróbálni, mert ugye nagyon sokszor nem látjuk a másik oldalt és... És lehet egy ilyen gesztussal egy csatornát megnyitni, és hogy már a két fél le tud ülni, és őszintén tud beszélgetni esetleg arról a konfliktusról, ami elmérgesedett, hogy az egyikben mi játszódott le, a másikban mi játszódott le, miért történt ez az egész, akkor akár ez kitisztázható, akár ez, ez, ez harmóniába helyezhető. Csak ugye az a, általában történet, hogy annyira eltávolodnak egymástól a felek, hogy nem, nem tudják már ezt megnyitni. És ez a fajta kedvesség, ez lehet egy csatorna, arra, hogy megnyissuk ezt a kapcsolatot a két ember között. Csak ezt kiegészítettem, mert nekem közben az jutott eszembe, hogy két nagyon kedves dolog van ilyen konfliktus kezelésére, a bocsánatkérés és a megbocsátás. Ez mind a nagyon kedves dolog. Nagyon kedves a bocsánat kérni. Ez nem rossz dolog, még ha kellemetlen is. El, el, elszúrtam, megbántottam másikat, tudja bocsánatot kérni. De nagyon nehéz, tudom, nagyon nehéz. Nagyon sok embernek évekig kell erőt gyűjteni, hogy te bocsánatot kérni de ezt is lehet gyakorolni, de ez egy nagyon kedves dolog. Ha az ember tudja, hogy ez egy kedves dolog, akkor, akkor, talán könnyebben megteszi. És megbocsátás is kedves dolog. És nagyon fontos, hogy mégis tudjunk bocsátani, ha ellenünk vétkeztek. Ne, ne ragaszkodjunk a sértettségünk hogy de mit, milyen csúnyát mondtál, stb. 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 És még ha én is erre példát, én még tényleg a feleségemmel sokszor mi is, minden embernek van, amikor érzelmileg bekerülünk egy ilyen pillanatban, és akkor úgy érezzük, hogy most akkor miről történt. Nekem nagyon sokszor kijönni belőle, mindig, amikor olyat mondott, ami úgy éreztem, hogy hát, tehát nem volt kedves, meg, 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 meg bátott, vagy, megsítsd, vagy egyáltalán csak mit tudom én, -e. akkor mindig mondom, ő nem ilyen. Mondom, most valami baj van, vala? de, én, de én nem, hát én tudom, hogy hogy szeretnek, most kedves, és ma hányszor nekem a tanuléletet, Most hogy nem a ki magát, vagy bollába, de mondom, te nem ilyen vagy. És akkor, akkor könnyen megbocsájtani, és, és azonnal tudunk bocsánatot kérni, és ha majd mondom, te most nekem ez rossz, és ez engem fáj, akkor bocs, én nem És tényleg sokszor félrejtés van. Tehát az a, az, a, 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 az a, helyzet, hogy a legtöbb feszültség, ez a félrejtésből indul el. Félrejtésből. Nem, nincs mögötti igazi, valóságos rossz indulat. Legalábbis barátok között, testvérek között, családtak, szerettek, biztos, hogy nem, mert nyilván azért nevezük szeretteiknek, mert szeretjük őket, kedveljük, kedveltjeiknek. Most akit elevek tehát ha tudod, hogy, ahogy, Péter is mondta ezt, te tudod, uram, hogy kell, hát te tudod, hogy ez másik kell, akkor, akkor tudod, hogy amit most esetleg negatív mondott, olyat mondott, ami érzemleg téged fölkavar, biztos nem komolyan gondolta. Vagy ha igen, akkor most miért? És akkor, de azonnal lehet ezt lereagálni szerintem, és ezért mondja az igaz, hogy ne menjen le a nap a haragotokat. Tehát ha nem jön, akkor napokig, hetekig, és utána nem tud aludni az ember, megbetegszik, és olyan folyamatokat tud elindítani a, 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 durvoság, a közönségesség, a bántások, a gyűlölet, stb. és ez egymásra rakódik, és ez nem fontosnak tartom, hogy minél hamarabb nyakon kell csípni, és euh, egyszer egyszer bocsánatkérés és a megbocsátást tartom a két legkedvesebb beszédnek. Így van, és mit csináljunk akkor, hogyha mi jó indulat érezzük magunkat, és igyekszünk jó indulatú lenni másokkal, de nem érezzük azt, hogy ezt viszonzásként megkapnánk. Tehát gondolok arra, hogy szeretnénk akár egy barátságot felépíteni, vagy egy munkahelyen igyekszünk úgy ténykedni, hogy szeressenek bennünket, de nem kapjuk ezt vissza. Hát érdemes kitartónak lenni, egy kicsit azért próbálni ezt a dolgot. Most nyilván, hogyha valamilyen durvaságot érzékelünk a másik oldalról, az megint egy másik kategória, mert ebben az esetben azért azt gondolom, hogy joga van, ahogy a korné is mondta, joga van az embernek megvédenie magát, és megszabni azt a határt, hogy eddig és nem tovább. Tehát nem, ez, ez nem azt jelenti, hogy hogy a végtelenségig kedves vagyok, és a végtelenségig egyfajta ilyen naív módon csak-csak jót közvetítek a másik felé, hogyha ugye egy durvaságot kapok vissza. De azért több, legtöbbször a helyzet nem ez, hanem pontosan az, amit a Cornél leírt, hogy, hogy egy félreértés következtében ez a helyzet olyanná válik, hogy nem tudom már empatikusan szemlélni ezt a másik embert. És mint egy kapcsolót át tudom magamba állítani ezt, hogyha elkezdek kedves lenni, hogy hopp, megváltoztatom a fókuszt. Neki mire lenne szüksége ebben a helyzetben igazából? Mi az, ami, ami, ami miatt ő így viselkedik? Egyébként az asszertív kommunikáció is pontosan ezt ezt az, amit, amit kitaláltak, és hogy ez nagyon jól működik, mint technika megint csak a, az üzleti életben, de a magánéletben is, hogy, hogy mi lehet a, a mögött, az érzelmi reakció mögött, ami benne van, mi lehet az igazi, valós szüksége? Tehát lehet, hogy mondjuk hazatér a férje munkából, és akkor a feleség a hogy kedvesen fogadná türelmet, de az is lehet, hogy a mögött igazából az van, hogy ő egész nap magányos volt, és, és pont arra lenne szüksége, hogy, hogy társaságban legyenek, arra lenne szüksége hogy hogy valamilyen módon ez, ez fejeződjön ki, hogy mennyire szeretik, elfogadják, ő is fontos. Tehát, hogy, hogy igazából ez egy váltás, egy kapcsoló én magamban is, hogy hopp, oké, okay, ezt csinálta, de mi van mögötte, mi az ő igazi szüksége, és arra reagálok. Igen, tényleg jó, mert én, bocsánat, én csak egy, egy, egy mondat ehhez, hogy tényleg sokszor, am, amikor van egy sértefej, egy negatív meg, megnyilvánulás, sokszor nem az, amiről van szó, hanem az mögött van valami szükség, szükség hogy hiány, és ezt észreveszem, akkor ja, akkor én nem az adott, hogy éhes vagy. vagy. Érted, akkor, tehát ezt, csak így ezt kiegészítésként akartam. Mit ne tegyünk, hogy a kedvesek akarunk lenni? Ugye van egy olyan dolog, amikor a szemében vagy előtte igyekszünk kedvesnek tűnni, de, de sok esetben előfordul az, hogy a háta mögött már nem beszélünk az emberről olyan kedvesen. Ez egyébként visszahat a kapcsolatra, tehát ugye hiába nincs kimondva, érezhető az a feszültség benne, amitől ez a felszíni kedvesség mégsem éri el a kellő hatást. Erről mit gondoltok? Ez így van, teljesen így van. És ö, meglepő, tehát világi közegben is ez teljesen így működik. Tehát mondjuk, hogyha van egy vezető, akinek a, az orra előtt mondjuk kedveskednek, vagy próbálnak udvariasak, kedvesek lenni, de igazából a háta mögött teljesen kibeszélik, ezt ő megérzi. Tehát, tehát az a fajta szellemi érzékenység még egy világi emberben is megvan ebben az esetben, amit, amit keresztényként is tapasztalhatunk, megérzi. És, és, és innentől mondjuk a vezető szemében ugye nyilván elveszik ez a lojalitás, ő érezni fogja, hogy itt ami nem stimmel. És ugye ez nem is korrekt, nem is egyenes. Arról beszéltünk, hogy kedvesség az ugye egy olyan elfogadás, tisztelet a másik felé, aminek nincs benne ez, hogy ezt a partneri viszonyt megbillentettem, hanem partnerként Kezelem a másikat, elfogadom a másikat, tisztelettel, méltánylással vagyok a másik felé. Hát nyilván, hogyha hátam mögött ezt, ezt nem így teszem, akkor ez nem, nem igaz. Akkor megint csak becsapom, akkor megint csak csaltam abban a helyzetben. Igazából nem voltam őszinte. És sajnos ez nagyon meg tudja mérgezni a, a munkahelyi kapcsolatokat, és és sokszor fogja az ember a fejét, hogy, hogy az emberek magukat rángatják ebbe bele, mert ugye kényelmes, Együtt menni az árral, és hogyha elkezdik mondjuk akár a főnököt vagy egy másik kollégát kibeszélni, hogyha senki nem akar kimaradni ebből a kis közösségből, és az attól való félelemből, hogy őt is ki fogják rekeszteni, vagy őt is érhet ilyesmi, inkább beáll a sorba. Viszont innentől kezdve meg úgy el tud mérgesedni egy munkahelyi helyzet, és igazából önmagukat rántották bele ebbe az emberek. És meg tudták volna állítani úgy, hogyha nem mennek bele ebbe a kibeszélésbe. Mert gondoljunk csak bele, én engem egy sérelem mondjuk valamelyik kollégámtól, és utána Utána ezt megbeszélem a másikkal, az is elmondja, hogy őt milyen sérelem érte, és akkor már helyben vagyunk. Ér egy következő dolog, akkor már megint megosztjuk ezt egymás között, és az a fajta eszkaláció talán még jobban felgyorsul, ami önmagában is nehéz, hogyha két ember között egy félreértés kapcsán konfliktus van. És ezzel nagyon-nagyon egyetértek, hogy félreért, nagyon sokszor félreértés van, ha leülnének egymással a felek, és mernének őszintén beszélni, de úgy, hogy az ön érdeket visszateszik, tehát tehát visszahúzódnak ebből, és, és oda tudnak figyelni őszintén a másikra, akkor a legtöbb esetben ezt tisztázható. Kornél, így a végére, ugyanis az időnk a végéhez közeledik, mi tudsz mondani, mit ne tegyünk, ha hát, ebben a kedvességben akarunk ne jön. járni? Ezt Pál Laposta <laughs> megmondta <laughs> Timóteusnak a harmadik részben, és ő is ezzel hozza összefüggésbe, hogy az utolsó időben nagyon nehéz idők állnak be. És pont ezért azt mondja, nagyon sokan meg fog hidegülni a kedvesség. Szeretetet mond, de kedvesség. Nagyon nehéz kedvesnek lenni. Szerintem azért kell beszélni, mert ez most az egyik legnehezebb. Ez meg fog hideg. Jézus is beszél erről a Máté 24-ben, de Pál ezt mondja, és miért? Mert lesznek az emberek, hogy is önzők, mások pénzsóvárok. Tehát ne legyünk pénzsóvárok, ne legyünk önzők, ne legyünk csalók, ne káromlók, ne káromljunk a másokat, ne károsztassuk. Engedetlenek, itt a szüleiknek mondja, a szüleik iránt, hálátlanok. Ne legyünk hálátlanok. Szentségteneknek fordja a Szent Pál, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, önuralomra képtelenek, féktelenek, akik nem szeretik a jót, nem kedvelik a jót. Ne legyünk ilyenek, árulók ne legyünk, ne áruljuk el, kiméletlenek kéne ki váljunk, fölfalkotottakkal ne váljunk, és az élvezeteket jobban szeretik, mint Istent, jobban kedvelik, ilyenek. Jobban szeressük Isten, mint a hobbijainkat, meg amit szeretünk csinálni, bármit, és így, így, így fezzi be az ötödik verset, megőrzik ugyanaz Isten félelem látszatát, de az erejét megtagadják, ezektől marad távol. Tehát itt is ez, hogy ezek lehet maradni, tehát megvan a kegyesség látszata, a vallásosság, a külső forma megvan, de, de megtagadják az erejét, és az ereje az a kedvesség. Ha ezt megtagadja az ember, hiába fenn a külső forma, egyszerűen fog működni. És ez ilyen embereket viszont jogod van elkerülni. Tehát nem, nem, ne ilyen emberekkel kössi szoros lelki barátságokat, ha ő ebből nem, nem akar. De van egy kérelhetetlen, ilyen is van. Egyszerűen hiába kéred, nem tudja megcsinálni. És nyilván itt már más kérdések jönnek elő, hogy miért, meg hogy. És még azt is feltételezem, mert annyira jó indulat vagyok, hogy ő is szeretne kedves lenni, de egyszerűen valami olyan van, ami miatt ez nem megy. De remélem, hogy mindenkin ez át fog törni. De magunk részéről, amit lehet, azt tegyünk meg, és gyakoroljuk, ha eddig nem tudtunk kedvesek lenni, akkor kezdjük el kis lépésekben. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy ebben a témában a vendégeim voltatok, Illés Kornél a Salgó Tarjani hídgyülekezete pásztora, és Posgai Janita közgazdász, bizniszkócs és szupervízor volt ma a vendégem, a kedvességről beszélgettünk, véget ért a hitköznapok és a középpont Búcsúzok a hallgatóktól, Barna Erika szerkesztő nevében Fekete hallottátok. Ez volt a Happy Day a hitrádió napi hitéleti válogatása.